Idén 11 fiú és 3 lány vált a gyülekezet hitbéli felnőtt tagjává. A gyermekek nagyon örültek az eseménynek, hiszen ez jelzi életük egy komoly mérföldkövét. A felkészítő hittanórák nagy része online zajlott. Tanultuk, amit a tanár úr küldött online, mivel hát, hogy nem lehetett jönni, és ez azért probléma volt. Így hát tanultunk, amit küldött, meg így az utóbbi 2 hétben jöttünk templomba. A szülők és nagyszülők is lelkesen várták a konfirmáció napját. Ez egy ünnep, családünnep, Feketicsembás, Fekete-hegyen, és én gondolom, hogy összejön a család, a rokonság, híre megy ennek, hogy újra egy nagykorú lett a családban. A konfirmáció sok tanulást, előkészületet igényel. Hogy nekünk bűnbocsánatot és örök életet ad, szent lelke által pedig bennünk ér. A gyerekek a Szentírásból és a református hitvallásból kaptak kérdéseket, amelyekre a gyülekezet előtt válaszoltak. Ezzel a fiatalok hitben nagykorú tagjává váltak az egyháznak. Kicsit izgalommal élem meg ezt az egész helyzetet, hiszen úgy az érintett családok szempontjából, mint a református gyülekezeteink szempontjából, mint pedig az Anyaszentegyház szempontjából a konfirmáció, mint olyan esemény, az egyik legnagyobb horderejű református gyülekezeti esemény. A konfirmálás a református hitélet egyik legnagyobb eseménye. A többségében református bácsfekete-hegyi közösségben, Vajdaság szerte a legtömegesebb ez az egyházi ünnep.